Amikor jelentkeztem a szemináriumba, akkor én pap akartam lenni, sőt, világéletemben. Erre készültem, hogy pap legyek, és a szeminárium végéig, sőt, a befejezéséig is ez élt bennem, és ez hajtott. Amikor a cölibátus gondolata és hívása fölébredt bennem, az is még teljes egészében a papsággal volt összefüggésben, hogy akkor én cölesztpap leszek. És amikor Szilárd püspök úrnak ezt mondtam, hogy én szeretnék nőtlenül szentelődni, akkor azt mondta, hogy rendben van, de egy évet még várjunk. Jó azt tudni, hogy nálunk lehet házas embert pappá szentelni, vagy diákonusá szentelni, de már a szentelés után nem lehet nősülni, nem lehet házasodni. Egy kicsit másképpen van, mint a protestánsoknál, és ezért azt mondta, hogy nehogy aztán utána gondolja meg magam, várjunk egy évet. És erre az egy évre engem Rómába küldött ki püspök úr, és akkor az akkori Oroszlaci mellé kerültem szomszéd szobába. Gondviselés is így hozta, és hallottam, hogy ő mondja a zsolosmát görög nyelven. Római atyák mondták a zsolosmát, a maguk zsolosmáját, és akkor én meg Atanáz atya Laci mellé bekérezkedtem, és nagyon-nagyon hamar egyszer csak egy új felismerésként fogalmazódott meg benne, hogy én szerzetes akarok lenni. És egészen annyira, hogy aztán nem tudom pontosan, hogy pár hónappal később, vagy de abban az esztendőben még, Szilárd püspök úrnak mondtam is, hogy én szerzetes akarok lenni, és nem akarok lenni pap. Nem akarok pap lenni. Győzködött, hogy de, hát elvégeztem a szemináriumot, szükség van papra, és nagy nehezen álltam rá, hogy akkor pappá szentelődjem. És éppen ezért az is nem túl szép dolog, de maga a papszentelés számomra már nem volt annyira lelkesítő. Akkor azt hiszem 13-14-en szentelődtünk együtt, egy elég nagy évfolyamhoz csapódtam, ugye egy évvel később szentelődtem, mint egyébként a kurzustársaim. És nem az él bennem, mint valami rendkívüli nagy lépés az életemben, hanem majd jóval később, amikor szerzetessé szenteltek. Tehát egyértelműen bennem a szerzetesség az, ami az életemnek a legfőbb irányító elve, és a legnagyobb ajándék az Úristen részéről, és a papság az úgy jött, nem tehettem ellene, és ráadásul még inkább érvényesed a püspökségre, tehát egyértelműen én szerzetesnek tartom, érzem magamat ebben, élem ki azt, amit én az Istentől életutat kaptam, és nagyon várom, hogyha már letelik a püspökség, akkor visszamehessek a szerzetes közösségbe. A püspök nem ugyanaz az ember a saját szobájában, kirándulás közben, gyerekek között, mint mondjuk, amikor katekézist tart, vagy éppen politikusokkal beszélget, akkor valami elcsúszott. Tehát nem szerepet kell játszani, jól eljátszani azt a szerepet, hanem adni azt, aki vagyok. Ez valóban nem mindig könnyű, mert hát van elég jelentős társadalmi elvárás, vagy a közösségnek az elvárása, és sokszor csalódást is okoztam. Tehát emlékszem arra, amikor először a Görögadó Szemlénk címlapján, azt hiszem akkor világbajnokság volt, foci világbajnokság volt, ki lesz számolni, hogy ez melyik eszendőben volt, de a püspökségem után egy-két évvel, és egy nagyon jó ötlet alapján készült egy olyan fénykép, ami egy újonnan fölépült templomunk melletti sportpályán, tehát a templom a háttérben ott van, foci kapu, és ott van egy pap, egy jó focista, a fiával együtt, aki akkor mondjuk 6-7 éves lehetett, meg én, a püspök, és mind a hárman ugyanúgy foci szerkóba ott állunk. És akkor, akkor nagy botránkozás volt, hogy egy püspök, hogy lehet, hogy így mutassa magát, és akkor hát át kellett gondolnom, hogy szabad-e ilyet, de én azt mondtam, hogy igen. Mert nem attól más az ember, hogy mindig csak szép ruhába látják meg püspöki méltóságban. Tehát nagyon fontos, hogy ugyanaz az ember legyen magánéletében is, mint a szolgálatának bármelyik részén is, helyén. Viszont az a kettőség azért ott van, hogy fiatal koromban eléggé
hogy mondjam, nem mondom, hogy vad életet, mert olyan visszafogott vadsággal éltem, de egy ilyen polgárpukkasztó, lázadó, inkább hippis legény voltam. Tetszett nekem ez, az is egy kicsit szerepjáték volt, de nagyon belementem ebbe. Volt bennem egy ilyen egy lázadás, főleg a túlzott, jól nevelt polgári élettel szembe. Szüleim, főleg édesapám tanáremberként sokat szenvedett emiatt, a túlkapása miatt. Ez bennem volt, meg hát ilyen harsogó ember voltam. Rám is szólt, hú, emlékszem, egy barátommal beszélgettünk, és azt mondja nekem, hogy te pozőr vagy. Na micsoda? Pozőr vagy. Na, nem is értettem először a szót. Eljátszod azt, hogy te ilyen hangos vagy, meg ilyesmi. És tiltakoztam, hogy nem. Hogy aztán ebből mi az igaz, így visszatekintve nem tudom, de nagyon-nagyon érdekes, hogy amikor aztán felszínre jött a cölibátus, meg a szerzetesség, akkor egy nagyon érdekes magamra találásként éltem meg, hogy sokkal jobb csendben lenni, sokkal jobb elvonultan élni, és hogy ez vagyok én. Rómából frissen hazaérkezve, ráadásul komoly pedagógiai ismeretekkel felszerelkezve, milyen érzésekkel, gondolatokkal lép be az ember a hajdúdorogi iskola kapuján? Ajaj, ez elég veszélyes kérdés, megszégyenítő rám nézve, be kell valljam, hogy hát ugye pedagógiát, nem is teológiát tanultam Rómában, hanem pedagógiát, pszichológiát a szaléziaknél, és hát azzal a gondolattal jött, akkor kaptuk vissza ezt az iskolát, 90-ben, igen. És erről én tudtam, és Szilárd püspök úr mondta is, hogy majd akkor az új iskolába akar nekem helyet adni. És én azt hittem, hogy pedagógiát Rómában tanultam, minden, majd én leszek itt a, nem tudom, hát igazgató nem, de valamilyen egyházi fő valaki. És akkor ehelyett, vagy ezzel szemben kinevezett az alsó tagozat hit oktatójává, ez lett az én feladatom, hogy hitoktató vagyok, és egy másik idősebb atyát pedig egyházi igazgatónak. Na hát végig az volt benne, hogy én jobban tudnám csinálni, de hát ez így szokott lenni, talán megbocsátott egy kezdő papnak, hogy hát ő úgy gondolja, hogy meg tudja váltani az egész világot. Úgyhogy volt bennem nem kis csalódás, hogy akkor alsó tagozatban hitoktató vagyok, bár azt szerettem, tehát a piti gyerekeket mindig szerettem, meg úgy jó kapcsolatom volt velük, de van egy aranyos sztorim, amikor először ide jöttem, még augusztus végén már tudtam, hogy akkor hitoktató leszek, és Nyíregyházáról motorral jöttem ide. Nem hiszem, itt pontosan erre az udvarra, akkor még nem volt meg ez az épület. És motorral megérkeztem, bejöttem az udvarra, nézték, hogy most ki, hajdudorogon ezért szokatlan volt ez, főleg a 90-es években, és akkor levettem a bukós, és akkor ott reverendál. Láttam, mindig reverendálban járok, hát teljesen volt a képet, mert megrémültek, hogy te jó ég, ez az új hitoktató. Bemehetünk? Be, egész nyugodtan, tessék el. Na. Bogi, te a kereszteveletet. Bogi, tudom. Gyuri vagy? Édesapád meg Gyula. Igen. Te meg a Jennifer vagy, te meg a Renát? Ramon. Igen. Hát itt nem könnyű az élet. És mégis itt milyen gyönyörű szép, én nekem olyan kedves ez a kis otthon, ahogy ami saját kezükkel raktak össze. Szépen ki van festve. Az a lányok szobája? Igen, bemehetnek nyugodtan. Oda bemehetünk? Megmutatom. Ki a jobb tanuló? Ramona. Ramona? Igen, egyértelmű, te is meg tudtad volna mondani? Aha. Ramona pici kora óta, ő kitűnő tanuló. És igen? Most is ugyanaz, osztály első. Osztály első. Igen. Nagyon jó. De amúgy ő nagyon szeret tanulni. Aha. Ő hazajön az iskolából, ő este 10-11 óráig ő csak tanul. Igen? Aha. Igen. Aha. És mit szeretnél lenni?
Hát jobbra fogok jelentkezni. Ó, a múltkor még óvónő akartál lenni. Igen, de az meg megváltozott. Megváltozott, én meg itt dicsekednem, hogy... Vagy tanárszakra megyek. Vagy tanár. Magyar tanárnak, igen. Magyar tanár. Nagyon-nagyon jó. Nagyon szeretem. Aha. Gyuri, te belőle mi lesz? Mezőgazdász. Mezőgazdász, jó van. Hát az is igen, kell. Igen, amúgy hát azt szeretnék. Azt szeretnék? Azt szeretné, igen. Hogy ő az legyen. Jó van. Igen, ide és... akar majd ő is, ahova járnak. Oda, ide, járnak. Itt lehet tanulni a mezőgazdasági szakot akarja, is, igen. Mert neki, traktorosnak, meg az mindenféle. Az is tetszik neki, igen? Amúgy, igen. Igen. Kiskor autó, ő azt mondja. Igen? Aha. Igen. Mert de szokták kint dolgozni a kertbe? Segíteni? Szokott. A lányok többet nem, őszintén. Na, a nyár. Ti se? Ti se? Hát, amikor az iskolai időszakban nem nagyon. Nem annyira, de akkor, amikor igen. Nincsen iskola, akkor igen, nagyon sokat szoktam segíteni. A mi egyházunk színe az arany. Az ikonokon is, és a templomban is. Egyszer Barsi Balázs atya azt mondta, hogy hát elég borzasztó, hogy a barokk monostorokban a falakról is folyik az arany. És ebben is van igazság, tehát nem azt jelenti, hogy az egyháznak itt tacsogni kell a jólétben meg a gazdagságban, de szintén Balázs atya mondta, hogy az oltárhoz viszont egyetlen egy dolog illik, a pazarlás. Tehát az Istennek a világát, az Isten házát, ahol az Istent köszöntjük, ahol az Istennel kapcsolatban vagyunk, ott nem szabad garasoskodni, nem szabad minimalizálni a dolgokat. Ott mindent bele kell tenni, ami csak tőlünk telik. Van egy előírás, hogy egy liturgikus előírás, hogy azok az edények, amelyek érintik a Szent Testet és Szent Vért, azoknak aranyozott felületnek kell lenni. Tehát a legértékesebb, a legdrágább. Több érdekes dologgal összefügg ez. Az ikon festők azt mondják, hogy az ikonon az arany háttér, az sokkal nagyobb teret késztet optikailag. Tehát az ember nem is veszi észre, hogy mi történik vele, de hogyha ott valódi arany van, akkor anélkül, hogy az alak összetöppedne vagy kisebbedne, tehát az alak nagysága is megadatik, de kiszélesül a tér az arany szín miatt. Valahogy egy ilyen optikai hatása van az aranynak. A mozaikokon lehet látni például, hogy nem túl nagy az az arany felület, de sokkal nagyobbnak látszik. Na most erről van szó a lelkiéletben is, hogy sokkal tágabb a mi világunk, mint az a kis szűk horizont, amit az emberi szem, fizikai szembe tud látni. Tehát mindenképpen ez a, nem mondom, optikai csalódást, ez a hatás, ez a lelkünkre is hat, hogy egy sokkal szélesebb világban élhetnünk, hogyha kinyitjuk a szemünket. Egyszer egy édesapa azt mondta nekem, tehát amikor én nagy lelkesen beszéltem arról, hogy ez az ősiség, ez mennyire sokat ad a fiataloknak is, és ezt követnünk kell, és nem kell félni tőle, és akkor azt mondja nekem, hogy ide figyelj, Fülöp, barátok vagyunk, a fiaimnak elég kihívás az, hogy görögkatolikusok, ne akar még terhesebbé tenni az életüket, mert hogy ez teher. És lehet, hogy egy kicsit teher, de aki ráérez az ízére, az megérti, hogy érdemes ezt a terhet hordozni és megélni. Na most nyilván sok olyan ember van, aki vagy eltávolodott a görögkatolikus egyháztól, vagy magától az Istentől is már nem jelent neki különösebben semmit. A szülők, nagyszülők még esetleg görögkatolikusok voltak. De azt szeretnénk elérni, egyébként ezen most dolgozunk, hogy a népszámlálás, amit most ugye kicsit elhalasztottak, és ma jól tudom, 22. októberében lesz, valahogy így lesz, hogy addig minden görög katolikus halljon arról, hogy görög katolikusnak lenni jó, hogy ez érték. Segítünk is egyébként felfedezni, fölismerni, hogy mi az érték ebben. Nagyon sok oldalról próbáljuk elérni és megszólítani az embereket, hogy vegyék észre, hogy ettől gazdagabb, több az életük. És abban bízunk, hogy mire megkérdezik, oda jutnak, hogy azt hiszem elektronikus úton kell majd kitölteni ezeket a kis táblázatokat, hogy a kérdésre, hogy akkor melyik valláshoz tartozik, akkor jó, hát görögkatolikus vagyok, hogy merjék vállalni ezt, hogy görögkatolikus vagyok.
azt is el tudom képzelni, hogy valaki ennek kapcsán elkezd azon gondolkodni, hogy na jó, de ez mit jelent az én életemben. És érdemes elgondolkodni rajta. Azt látom, hogy igen, sokakhoz el tudjuk vinni az evangéliumot, vagy az embereket, ha csak egy lépéssel is közelebb tudjuk segíteni az Istenhöz, ez bízta ránk az Úristen. Ha mindig csak egy-egy lépés, akkor az életük során közelebb jutnak az Istenhez. Ha fölmérem ennek az eredményét, akkor azt mondom, hogy nagyon gyatra. Tehát én sokkal többet várnék el, akár az iskoláinktól. A szociális intézményekben nem annyira mérhető, és nem is figyelünk arra, hogy na, a hitélet az mennyire termékeny, mennyire gyümölcsöző, mert ott arról van szó, hogy segítsük az időseket a minél békésebb, nyugodtabb élethöz. De az oktatási intézményekben a gyerekek fölnőnek a kezünk alatt. És ott óriási a felelősség, hogy ő belülük tudatosan vállalt, keresztény, tanúságtevő emberek lesznek, vagy nem. Ott nagy a felelősség. És azért azt mondom, hogy sokkal jobb lehetne. Vannak fiataljaink, hála Istennek, vannak családjaink, van egy nagyon jó statisztikánk, amire megint csak nem büszke vagyok, mert abban végképp semmi közöm nincsen, de egy érdekes statisztikai adat, hogy Magyarországon az egyházak közül a görögkatolikus egyházban a legmagasabb a családban a gyermekek száma. Itt most nem óriási különbségről van szó, szóval tizedes veszőkkel mutatható különbség, de mégis egy évtizedek óta tartó jelenség. Ennek is sok oka van, de hogy vannak gyerekek, vannak fiatalok, ami érdekes lehet, hogy ezzel a nagyon archaikusnak tűnő, tényleg nagyon ősi hagyományokból táplálkozó egyházunknak van-e mondani valója a mai embereknek, a fiataloknak? Van. Azt látom, hogy van. Fogékonyak rá. Úgyhogy nekünk ezt kell adnunk. A Hajdúdorogi Főegyház megyének, de mondhatom, hogy az egész magyar görög katolikus egyháznak ez az épület tulajdonképpen a szíve lelke, legalábbis praktikus szempontból. Hol vagyunk most? Valóban, hát legalábbis hivatali szempontból ez a központ. Ez az épület a metropolitai központ, amely hát egyben a Hajdúdorogi Főegyház megyének is a hivatali helyiségei vannak itt, és egyben, illetve a harmadik szinten a metropóliának, tehát az egész magyar görögkatolikus egyháznak a irányítása itt folyik. Na hát ez nem külön apparátus persze, hát néhányan vagyunk csupán, de én így egy személyben a Főegyház megyének is, meg a metropóliának is a vezetője vagyok. Sokszor előfordul, hogy egy épület esetében utólag derül ki, hogy nincsenek véletlenek, tehát az, hogy ez megint a görög katolikus egyháznak lett az ingatlana, ennek voltak bizonyos értelemben előzményei. Igen, látom, hogy jól tájékozott, igen. Valóban ennek nagyon érdekes, különlegessége és érdekessége, hogy régen ez egy egyszerű lakóház volt, egy bérház volt, ahogy el lehet képzelni, itt ezt felejtsük ezt a falat, meg ezt a lift aknát itt. Ez egy nyitott udvarú bérház volt, amely 100 évvel ezelőtt egy görögkatolikus ember épített. Vélhetően görögkatolikus családok is laktak benne, ezt nem tudjuk egész biztosan. Aztán később átalakult a kommunizmus alatt, azt hiszem, hogy kollégium volt. Igen, vannak olyan atyák például, akik itt nevelődtek Debrecenben kollégistaként. Amikor Debrecenbe jöttünk 2015-ben, akkor beszéltem is erről, hogy azért nem csak a vallási életet szeretnénk föllendíteni, hanem egy debrecen kulturális életébe is belépünk. És ez így is van, itt koncertek szoktak lenni, egyik kedvelt sorozatunk a görög zenei esték, irodalmi estek szoktak lenni, van, hogy a Laudícia kórusunk hangversenyt ad, és akkor hát el lehet képzelni, hogy a gyerekek a karzaton, most már azzá vált, ez a függő folyosót énekelnek, a gyönyörű hangok itt zengenek és szállnak. Szóval nem csak egy hivatal, hanem azt mondom, kulturális központ és lelki központ is, mert a kápolnát meg akarom mutatni, nagyon szép. Most kialakulóban van, de ott egy régi étkező volt, és azt alakítottuk át kápolnává. Ezek az ikonok, az Isten szülő és a Krisztus ikon Amerikából, Kanadából származik. Mégpedig talán a 30-as években készíthette egy véletlen ortodox festő.
Mikor Kanadában meglátogattam a görögatis püspököt, illetve hát a ukrán püspököt, hozzá tartoznak a magyar görögkatolikusok is, akkor a püspöki vendégszobában láttam ezeket az ikonokat. És nézem, hogy magyar fölirat van. Hát mondom, ott Torontóban. Hát hogy kerül ez ide? És mondta, hogy a templomot még annak idején a magyarok, kivándorló magyarok építették, ők festették ezeket a képeket, rajta vannak az adományozók is, magyar családok adományozták, de a templomot már bezárták, mert hát elfogytak, elköltöztek, nem volt már élő közösség. És az ikonok bekerültek a püspökségre. Mondom, hogy hát magyar emberek adománya, nem volna jobb ezt mondjuk Magyarországon elhelyezni? És nagyon nagy lelkű volt a püspök, és akkor megígérte, hogy elküldi nekünk. Egy pár évbe beletelt, akkor azt mondtam neki, hogy ha megkapjuk, akkor ha lesz majd püspöki kápolna, akkor oda fogom elhelyezni. A négy járvány hullám mindegyike legalábbis a mi görögkatolikus egyházunkban egy-egy böjthöz kötődött. Így volt ez 20 nagyböjtjén, március derekán, ugye? Utána a másik hullám az november közepén kezdődött, nekünk akkor kezdik a karácsonyi böjt. Akkor megint húsvét előtt a nagyböjtre jött a harmadik hullám, most itt a negyedik hullám végig söpört a karácsony előtti böjtben. Persze hozzáteszik az orvosok, hogy nyilván ilyenkor hideg van, meg nyírkos a levegő, ez is biztos hozzájárulhat. De ha lelki megközelítést veszem, akkor azt mondom, hogy az Úristen akarva akaratlanul rávet bennünket a lemondásokra, a böjtre. Na most máskor is azt mondom, hogy nem kellene megvárni, hogy az Úristen fejbe kólincson valami betegséggel, tragédiával, drámával, hogy észre térjek, hogy nélküle nincs élet. Hanem saját magam törekvéseivel és akár egyéni lemondásaival is kell tudnom mértéket szabni az életem kínálta lehetőségek tárházában, mértéket szabni annak, hogy mit használok az élet kínálta lehetőségek tárházából. Nos, hogy mi vár ránk, az természetesen nem tudjuk itt az esztendő elején, viszont hogy mit teszek bele, az rajtam múlik. Nem a külső körülményektől függ, hogy boldog lesz ez az esztendő, vagy nem. Nem attól függ. Attól függ, hogy én hogy állok hozzá. És ha ne adj Isten, eddig soha nem látott még súlyosabb ötödik hullámja, vagy nem tudom micsoda, akkor is tud tartalmas lenni, békés lenni az életem, nyugodt lenni az életem, akkor is tud. Mert ez nagyon fontos, hogy nem a külső körülmények befolyásolják a lelki állapotomat, hanem a lelki állapotom szerint tudom érzékelni a külső dolgokat. És ezért az egyházunk nagyon hangsúlyosan tanítja, hogy a lelki életre kell tenni a hangsúlyt, és a lelki életünket kell gondozni, az Istennel való kapcsolatomat kell elsősorban építeni, és nem az egzisztenciát. Mert hiába építem fel az egzisztenciát, üres marad az életem, hogyha nem teszem bele a transzcendens kapcsolódást, ami igazából az embert valójában emberré teszi. Tehát, hogy mi lesz ebben az új esztendőben, nem tudjuk, de tanuljunk abból, hogy igenis tartalmas tud lenni az életünk a lemondások közepette is. Ne féljünk az egyéni lemondásoktól, majd megint jön a nagyböjt, most egyelőre még a farsang van itt előttünk. Az Úristen gazdaggá teszi az életünket, de azért mindig követnünk kell, mindig figyelnünk kell arra, hogy ő merre akarja terelni az életünket. És ha azt megtaláljuk, akkor valamikor a nehézségek közepette is kell, hogy eligazodjunk, de tartalmas és értékes marad ilyen körülmények között is az életünk. Az Úristen azt választotta ki, ami az emberek számára megvetett, semminek látszókat, hogy megszégyenítse azokat, akik valaminek látszanak. Így értékelem a kis egyházunkat is. Sokan lenéznek bennünket. A múltban sokkal jobban így volt. Hát ezt nem hangoztatom, de ez a jelenben is érzékeljük.
De mi már, hogy mondjam, hozzászoktunk. És a kicsinységünk, hogy mi kis egyház vagyunk, kisebbségben vagyunk itt Magyarországon, ez szervesen hozzá kapcsolódott ma már, mára már a görögkatolikus létünkhöz. Egyébként majdnem minden országban azt lehet mondani, hogy a görögkatolikusok ilyen kisebbségben vannak, és ez egyáltalán nem baj. Ez segít nekünk abban, hogy amennyire lehet tudjunk alázatosak lenni, vagy tanuljunk alázatot. És ennek én örülök, mert ezzel jobban tudom segíteni híveimet, hogy fogadják el az Isten ajándékát, hogy azt értékeljék igazán, és ne az emberek előtt akarjanak nagyok lenni. Amit én szerzetességből püspökké válva megfogalmaztam, az az, hogy nekem lelkiatyának kell lenni, az embereket imádságra tanítani, és ezen keresztül erősíteni őket az Istennel való kapcsolatukban. Most sem érzek más, mint fő feladatot. Hogy eközben számtalan intézmény van a kezünk alatt, ez csak az arra való, hogy sok területen, sokféle eszközzel segítsük ugyanezt a munkát. De az én hitvallásom ez, hogy lelkéletet kell élni, minél inkább hozzá kell segíteni az embereket ahhoz, hogy fedezzék föl ezt, és fejlődjenek benne, mélyüljenek benne. Én úgy emlékszem, hogy a püspöki szolgálatom elején is ezt mondtam, és most se tudok többet mondani. Nem tudok többet mondani. Talán annyit tanultam, hogy akkor azt hittem, hogy én nem csak azt hittem, tehát elhatároztam, hogy én nem leszek közszereplő, én csak lelkiatya leszek. Na hát ez nem sikerült, mert valóban hát be kell állni, vagy a társam részeként kell megszólalni, vagy föllépni, és ezt is vállalom, ez egy új vetülete, vagy új feladatköre az életemnek, de nem arszpoétika, nem törekvés, nem célkitűzés, hanem egy belejáró dolog, amit igyekszem nem csak vállalni, hanem amennyire telik tőlem tehetően jól tenni, de a cél nem változott mágszemnyit sem, úgy érzem. A gyöngességen keresztül tud csodálatos módon kibontakozni, és ezt nekünk szinte csak hagynunk kell, hogy az Isten ereje tegyen velünk azt, amit ő akar.